Eurovision Fesztivál helyszínén vagyunk, amely a tavalyi évhez képest hosszabb nyitatartással várja a sör különlegességek iránt érdeklődőket, illetve a sörrajongókat. Az ismert sörgyárak közül a Dreher és a Heineken mellett a kisüzemi sörfőzdék közel kétszer annyian jelezték a részvételi szándékukat, mint tavaly, és közel 200 fajta nemzetközi ismert, illetve kevésbé ismert sörfajtát láthat a látogató. A gyertyános sörfőzde banános sörét csapolják éppen, amely félbarna sör, világos sör. Köszönjük. Egészségedre. Itt vagyunk most szeptember 1-én, második budavári sörfesztiválon, és épp a Gyert János sörfőzde. Milyen sörét is kóstoljuk? Banános sörét. Banános sörét. Először már volt egy tök sör, most a második, a banános következik, hát akkor lássuk. Egészség. Egészség. Intenzív banán íze az érződik, nagyon kellemes, tropikus, nyári melegben kiváltképp ajánlom fogyasztásra. Most teszt 2. Banános nyalókára emlékeztet, de a számban nem érzem ezt a ragadós, amit az édességre jellemző íz, úgyhogy egy frissítő, kellemes banános íze van a sörnek, ami nagyon érdekes, különleges, szinte egzotikusnak mondanám. Jól csúszik, a hőfoka természetesen kiváló. De azt hiszem a tök sör az nekem jobban ízlett, amivel kezdtünk. Tudod, hát milyen sört isztok és hogy ízlik? Baránsört, meccsört és keserűcsoki sört, és nagyon ízlik, pont ilyen sor. Aha, és a banános sör az kinek ízlik leginkább? A férfiaknak? Tehát most ketten vagytok a nemekből pontosan. Uh-huh. Hogy... A banános ízlik a hölgyek az elközelebb, a meccsör az pedig szerintem unisex. Aha. A keserűcsoki az egy kemény férfias vonal. És megkóstoljuk a meccsört. Egészségünk. Intenzív meggyíze van. Tulajdonképpen úgy érzem magam, mint a mesében, amikor a mézes kalács ház előtt így elmegyek, és akkor mit parancsolsz, kedves vendég, és töksör, meccsör, banánsör, keserű csoki. Nagyon finom. Harmonikusan van benne. Fájék egészséget. Köszönöm. Megkóstoljuk a Gyert János sörfőzde negyedik kiváló sörét, a keserű csokoládét, amely tulajdonképpen egy maláta ágyra a kakaóbab réteget visznek fel és úgy érdelik. Ennek eredményez a gyönyörű szép barna sör. Amely egy nem olyan erőteljes keserű, tehát rendkívül jó élvezeti értékkel rendelkező barna sör. Amely a keserűsége miatt a hátsó regiszterekben érezni leginkább a hatását. Nagyon finom, de szerintem erős sör. Oké, üdvözlet! Meg szeretném kérdezni, hogy milyen sört fogyaszt, és hogy miért választotta ezt, és hogy magas-e az alkoholtartalma, és hogy ízlik. Nagyon finom, én nem szoktam egyébként írni, ez meccsör, 5,7%-os. Uh-huh. És hogyan érzi ez utólag, tehát valahogy mesterségesnek tűnik, vagy teljesen természetesnek tűnik az íze, tehát harmonizál? Érzem benne a meggyet. Aha, hangsúlyosan megy, de nem túl erőteljes. Meg a szesztartalmát is, igen. Banános sört esetleg megkóstolna?
Megkóstolnám, igen, de már ez nekem elég lesz. Ja, értem, rendben. Még ez is sok. Köszönöm szépen. Hello, hát én hámori sört iszom, ez a csokis fajta, ez most annyira nem jött be. Nem jött be, de esetleg van még esélye az, hogy ez változzon, tehát egy másik fajtát a kóstolsz. Innen fogok még banános sört kóstolni. Oké. Okay. Szintén innen van a sört, ez egy meggyen sört, ez úgy egész jó, de azért a Guinness még mindig jó. Melyik a kedvenc sör? És hogy... Nekem az Edelweiss nagyon ízlet, meg a... Itt a Zlag, vagy melyiket itt van, mindjárt, Pilsner Urquell. Aha. Ami nagyon bejött. Ez... Meg a Barbár. Ez egy cseső. Cseső. Igen. Ezek a keserű, komlózott sörök jönnek be inkább? Nem igazán, mert az alapeset a helynek kell Dreher és Gösszel. Aha. Amit inkább szeretek. De nyilván itt megkóstolok olyat, amit egyébként meg nem szoktam. Kézműves sörökkel esetleg próbálkozott? Hát nem igazán, mert én olyan 10 éve ittam Belgiumban ilyen meggyes, meg ilyen cseresznyi söröket. Én szeretem maga a sörnek azt a kesernyés ízét, tehát nem akarom így üdítővé formálni, hogy ezt mondjam. Szeretném megkérdezni, hogy éppen amit iszol, az hogy ízik ez a sör? Ez egy nagyon finom sör, a Burger világos sör. Egész évben, hogy az ember dobozott sört issza, és a frissen csapott sörök közül ez ízlett a legjobban nekem, mint a helyszínen. Világos szűrt sörnek látszik, így esetleg pár dolgot az ízéről, vagy az amatáról? Enyhén keserű, és nem az a vadkeserű, nagyon. Zamatában nagyon finom sör.